sose felejtem el, hogy megyünk be, tényleg fiatal voltam azért eléggé, és akkor muteromat kérdeztem, hogy muter minden rendben lesz, és akkor mondta, hogy gyere, beszélnünk kell, egy kicsit vonuljunk félre. Szóval ez egy nehéz időszak volt. Ja. Ez a GRDG Podcast, srácok! Én Api voltam! Fanni vagyok. Én Pisti. Én meg Krisz leszek. Mindegyik idő volt. Jó, menjen az intro. Oh yeah. Ez itt a 94.8 GRTG Rádió. Api, Pisti, Krisz és Fanni. Lovagoljunk most a podcast hullámokon. Hajt, hogy elvigyen a gyönyör. Szólj a szomszédnak, hogy nyomja ki a Balázsékat a rádiós magunkon. Most a podcast istenek beszélnek. Ez itt a GRDG Podcast 6. évad. Get down! Yeah! Yeah! Visszatértünk, ez a GRDG Podcast, a hangomból hallatszódik, hogy valahol nagyon-nagyon kiabált ez a srác, hogyha van lehetett ez, hát nagyon jól tudjátok, az EFOT-on. Oh, yeah. 2024-es EFOT Fesztiválon, egyetemisták, főiskolások országos turisztikai találkozója 2024. Azt a ennek az országos turisztikai találkozó? Yes. Ja, ez keményen végigdaráltod, nekem ezen keményen gondolkozni kellett volna, hogy mi is a két év. Műsorvezetőnek születtem, barátaim, hogyha nem egy mikrofonba kellett volna mondanom, mert én is gondolkodok, vagy googlezni kellett volna. De... Nagyon remélem, hogy minden néző követte amúgy Instán, mert nagyon, nagyon jól dokumentáltuk Instán idén szerintem az a fotót. Fenn van a highlightokban amúgy, hogyha valaki lemaradt volna az egészről, minden évi fent van igazából. Az utóbbi ki az az évi? Hol is? Ne haragudjatok. Fanni kialudta magát, azért több energiaszinten fog ma rendelkezni, mint valaha, de beszéljünk egy kicsit az EFOT-ról, miket csináltunk, mi volt az, amiről lemaradtak. Miért megyünk mi le az EFOT-ra? Igen, azért megyünk le az EFOT-ra szerintem, mert egyszer beadtunk egy pályázatot, hogy amúgy lemegyünk az EFOT-ra, és láss csodát, elfogadták. Tehát emlékszem, amikor az elsőt elfogadták, akkor úgy voltunk vele, hogy így, na jó, nem árt bazzeg, ez most komoly. És aztán azóta folyamatosan megyünk le, egyre komolyabb a program. Tradícióink vannak. Fake it until you make it. Lehet. Ja, konkrétan. Úgy, hogy nem is voltunk odavalók, tehát civil szervezetként jelentkeztünk egy mém csoportként. Akkor még 1800 ember volt a csoportban, emlékszem, a legelső fotunkon. Igen. Holy shit. Tényleg. Abból eljutottunk oda, hogy mi vagyunk szerintem a legfőbb nem koncert attrakció amúgy az EFOT-on. Igen. Konkrétan. Tehát szerintem több 10 ember jön le, csak miattunk. Erre a fesztiválra. Igen, meg most már ugye minden nap tavaly óta színpadi programunk van. Idén nagyobb színpadra raktak minket. Tehát, hogy most is ott volt a tavalyi diákhiteles színpad, de most még nagyobbra raktak minket. Remélem, hogy... Én emlékszem arra, amikor még a Krúbi amúgy a kicsi bomba stage-en volt, ami körülbelül akkora volt, mint most a Ballantine's sátor. Igen. És 6 év alatt ő hova jutott. Ja, nagy színpad. Vagy 5 év alatt. Arra vagyok kíváncsi, hogy így mondjuk így mi mondjuk így ezt, hogyha tovább viszünk, mikor jutunk, mi a fő szín, tehát hogy mikor jutunk, mi a fő stage-re. Szerintem működne az is, egy délutáni programot én lenyomnék a fő a nagy színpadon, úgy sincsen ott semmi addig. Persze. Eszméletlen jó volt az idei is, amúgy én nagyon, nagyon éltem. Lesz majd szerintem egy videó, amit kiadunk majd róla, igen. Mert nagyon sok videót készítettünk, és nagyon sok anyagunk van amúgy róla. Hell yeah. Idén voltunk 6. ugye, de 7 éve kezdtünk elni, mert ugye egy évben, ez egyszer nem volt EFOT, ugye? Covid. 20, vagy 21. 21, ha most néztem, hiszem, talán 21 volt. Csak egy maradt ki? 20-ba kimaradt egy, igen. 20. Szólt? Aha. Igen, ez a 7. évünk volt, de hogy 2020-ban nem volt. Uh-huh. Aha. És ugye idén 10 éves a GRDG. Yeah. Igen. Bruh. 10 éve nyomjuk a srácokkal, különböző...
platformokon lehet 10 év múlva majd, nem tudom, astronauták leszünk, és lerakjuk a Gérdőgé zászlót a Marsra, vagy ilyesmi, nem tudom, mivé fog változni tovább ez a platform. Neuralink chipekbe leszünk így átültetve, és így Gérdőgé personality lehet majd. Wow. Humorérzéked. Gérdőgé humorérzék. Letöltheted. Gérdőgé humorérzék. Wow. Legyél te is vicces. Hé, akarsz olyan vicces lenni, mint Api? Itt van az új GRDG Neuralink. Csak havi 7,99 $-ért, most te is unlokolhatod. Úristen, amúgy ez geci menő lenne. De effort, és ugye ilyenkor mi egész nap standozunk odalent, elképesztően fárasztó, szerintem nagyon intenzív, amit ott lent csinálunk. Igen. Tehát, hogy egész nap annyit láthatsz belőlünk, hogy ugrálunk, mutogatunk, beszélünk, mikrofonozunk, mutogatjuk a játékokat, játszunk, mi is. Szürreális, nem tudom, micsoda történik folyamatosan a standunknál. Tehát, hogy nem is csak az, hogy nagyon aktívak vagyunk, hanem, hogy ami történik is amúgy körülbelül felére azzal a fajta dopaminadaggal, amit amúgy így a TikTokot így húzgálod, így nézel így körbe, és olyan, mint hogyha így pörgetnél a TikTokot, hogy mi a faszom történik minden egyes szögében amúgy a standnak. Igen, persze. Még egy átlag fesztiválozó mondjuk elmegy, bulizik hajnalig, aztán alszik, ameddig ki nem dobja a sátor, utána alszik valahol máshol, addig mi ugyanúgy bulizunk este, viszont felkelünk reggel 8-kor. És hát 7 már annyira meleg volt, hogy 7-kor megkelt. Igen, meg és utána 10-től délután 6-ig, meg konkrétan félmesztelenül testfestékkel, meg beöltözve minden szarnak össze-vissza ugrálunk, táncolunk. Kvázi bulizunk, csak mi bulizunk nappal is. Igen. Meg bulizunk este is. Akkor is bulizunk, amikor senki más nem bulizik. Tehát, ugye, amúgy... Egyszer egy Burning Man fesztivál, meg egyszer egy ilyen nagyon commerce, magyar egyetemista fesztivál tartunk. Nagyon kemény. Kurva jó. Én nagyon jókat bulizok ott napközben egyébként. Tök jó, mert egy idő után így átkattan, nem tudom, én legalábbis átkattan azt ugye arra, hogy ha szól a zene, és nálunk mindig általában szól a zene, még akkor is, hogyha MC is titol, a Fekália szól, érted? Ami elég gyakori volt. Elég gyakori volt, igen. Hogy így kiállok így az út közepére, és akkor így ott táncolok. És ez tök jó, és látom, hogy emberek így ülnek az árnyékba, így döglődnek a 40 fokba, és ezt így veretjük, tök jó. Igen, hát ugye már beszéltük arról, hogy milyen napjaink lesznek, de hogy milyen programjaink is voltak. Volt az első napon egy brain rot napunk volt, ahol így szerettük volna közelebb hozni a mi generációnkat az alfa generációhoz, hogy nem maradjanak annyira le, mint amennyire lemaradtak a fölöttünk levő generáció, mondjuk akár a... Így van. A miénkről? Igen. Hát a miénkről talán, igen, de hogy az őróluk főleg. Tehát, hogy egy hidat képeztünk a generációk között. Miket is csináltunk? Tehát volt élő Skibidi Toiletnek lehetett öltözni például. Ez nem biztos egy jó reklám amúgy az EFOT fesztiválos programjainknak, de nagyon jó körülírja, hogy miket is csináltunk. Bevághatnánk képeket. Hát lesz egy after videó igazából, tehát hogy azt nézzék meg, én megpróbálom, hogy mire ez az adás kijön, addigra kész legyen. Netszó, de a héten még szerintem meg fogom tudni oldani talán. Hát ha nem jönnek ki, akkor amúgy pont a Brain Rot napról van egy videója a Hétköznapik nevű YouTube csatornának. Így van, azt be lesz linkelve az adás alá, úgyhogy ezt meg tudjátok ott nézni. Az fán. Ez egy 10 perces interjú velem és Pistivel, és ott azt annál, hogy így hogy nézett ki nagyjából egy napunk. Ez egy jó kis videó volt amúgy. Fanni, neked mi volt a kedvenc programod amúgy? Nekem a Spiri nap volt a kedvencem, így meglepő. És ott a szellemidézés, az Emoja boardunk volt az egyik legkedvesebb számomra. Ez egy Emoja board, csak emojikkal. Így van, megidézhettétek Zambó Jimmy-t. Harambe volt a kedvencem. Harambét, így van. Epstein is volt, tényleg Epstein is volt. Damu Rolandot. Egyből ment a Damu Roland, tényleg. Damu Roland is volt, csak ököl emojit küldöttem a Damu Roland egyfajta, nem is értettük. Harambel meg banánt küldött, meg egy golira emojit. Gorilla. Igen. Volt horoszkópolvasás, ugye úgy invitáltuk oda az embereket, hogy ez volt a nyitó kérdés. Igen. Mi a horoszkópod? Így van. Mindenkinek volt egy személyre szabott szöveg, amit így, ja, hát a Segjuk Jós, de hát ne felejtsük el, fuck ugye yeah. Az egyik fő attrakciót, nagyon-nagyon szerettek benne nyúlkálni az emberek. Igen. Ez egy lavor volt egyébként, lefedve rózsaszín rugalmas anyaggal, és így be kellett nyúlni, kitágítva ezzel a, mondjuk ki. Segjukat.
Mondjam én ki. Igen, hát, igen, köszönöm. Márkó mondta, hogy mondjam ki. Ez eszméletlen dekoratív kellék volt egyébként. Tehát, hogy amúgy Fanny az ilyen Arts and Crafts mester, és az a, tehát hogy az egy szabályosan szerintem itt cirkuszi karnevára való gigantikus ánusz volt, amivel bele kellett. Egyszer, amikor már majd nagyon nagy értéke lesz ezeknek a dolgoknak, lehet, hogy valahol az a ánusz az valahogy kikerül a műcsarnokba majd, hogy voltam most ilyen valamilyen absztrakt festőnek a kiállításon, és akkor itt, hogy látod, hogy így milyen korszakai voltak, amikor már idősebb, akkor már csak ilyen cicak. Picasso-nak, igen, az és aztán Bajoros Fanny kiállítása a műcsarnokban. Anus segjukat. Ezek a 20-as évek, megment 20-as évek érted, és így. A GRDG korszak. Dilulu. Hát igen, és bele kellett nyúlni, és kihúzni a jóslatodat, hogy mit üzen neked aznapra Anus. Volt egy kedvenc jelenetem amúgy, ami nálam volt a mikrofon, éppen én beszélgettem valami bele, és jött egy srác, hogy, és lett tőle kérdezve, hogy mi a horoszkóp, és akkor mondja, hogy nyilas, én meg, hogy nagyapám, mit csak szól? Igen. Az igen. 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 Mi az volt a gondolat, hogy az ánusz jós, de miatt, hogy ugye minél mélyebbre nyúlsz, akkor lehet, hogy önmagad is meglehet benne, ez volt a invitáló mondat az ánusz jósdához. Miért már, hogy szarvasz meg azért, persze. Nektek mi volt a kedvenc elfoglaltságotok, amit így sikerült oda intézni? Mindenszernek maga felé hajlik a keze. Nagyon tetszett a karácsonyi nap. Kibaszott szürreális volt, hogy az év legmelegebb napján tartottunk karácsonyt. Igen. És az, hogy télapónak költözött Api, és beleöltek az ölébe, és akkor mit szeretnél, kisfiú? Mindig ilyen hülyeségeket mondod, hogy békét szeretnél. Békét szeretnél, azt nem tudom megadni, azt nem tudom megadni. Menj át a szembe lépésre. Ezt a fidatostannal kell kérni, ez volt. Igen, volt egy ilyen játékunk, ami a karácsonyi vacsora szimulátor, ami körülbelül egy ilyen Town of Salem alapján raktunk össze egy olyan játékot, hogy van a DK-s nagymama, úgy ő a gyilkos, és hogy az a főétel, tehát a fogások között ő elülteti az embereket az asztaltól, és akkor nyer, ha mindenki feladta így, körülbelül így a családi kaját, de hogy meg kell tenni, ki is a DK-s nagymama, és ez nagyon kreatív kis játék volt. És ami a nap vége, tehát hogy egész nap ugye Mikulás sapkákat osztogattunk, és hogy a vége az volt, hogy az OTL-en nyomtunk egy hatalmas pogót, ahol az egyik kedvenc jelentem az volt, hogy csak annyit látok, hogy repül egy bakancs, és fél lábbal kiugrál Majoros Fanny, ahogy a pogóból volt. Ilyen? Úgyhogy eszméletlen jelenetek voltak. Akáci Misi koncert volt közben, amikor ezt nyomtuk, és nagyon, mint egy csemp úgy tűrte amúgy az, hogy tényleg a fele közönség Mikulás sapkában van, még fel is vette ő is a Mikulás sapkát, aztán utána volt egy lassabb, szerelmesebb szám, amit 4 percet végig típózolt 100 ember, és még ő is beleröhögött a szöveg, mint hogy nem bírta ezt jó röhögést. Mert énekelt így közben, így nézett lefele, gondolom így maga elé, és láttam, hogy egyszer így földéz, és így... Ezt nem... Elszakadt, igen, nem bírta tovább, igen. És ez nagyon tetszett, de hagyom Pistit is, hogy... Érvényesüljön. Aztán utána majd volt még kedvenc jelenetem úgy a napokban. Ja, az OTL koncert az kúrva jó volt egyébként, ott nagyon jól úriztam. Mert igazából többinél nem maradtunk ott, pedig a Misi után jött a Gyuris. Ja, Filó is, azon még ott voltunk egy pár percet, hogy utána jöttek a Gyurisék, és ezek a Gyuris az külön megemlítette egyébként, hogy hova tűntek a Mikulás sapkás emberek. Mert hogy ugye az egész nap során Mikulás sapkákat osztogattunk azoknak az embereknek, akik elmentek a stand mellett, és akkor oda szerveztük őket. Úgyhogy ez nem csak a mi gárdánk volt, hanem egy jó masszív 30-40 fős csapat. Gyuris, hogyha hallgatod a podcastet, reggel 7-től az már olyan este 9 környékén volt, folyamatosan pörögtünk, és kurvára le kellett már zuhanyoznunk, meg ilyen dolgok, úgyhogy ezért mentünk el. De hogy nagyon szív, tehát ha lett volna energiám, nagyon szívesen végigugrálom mind a 4 óráját, annyira élveztem amúgy a... Következőre elmegyünk Mikulás sapkába, hogyha gondolod, csak írj egy kommentet, meg oszd meg a sztoritban, meg subscribe-olj, és... semmi más feladatot nincsen. Is te úgy el tudnám képzelni vendégnek, hogy egyszer találkoztunk a nagyon ilyen vibe, ilyen alázatos gyereknek tűnt, úgyhogy nagyon szimpatikus volt. Semmi célzás
Semmi célzás, tehát én mondjuk feltétlenül én a zenéjét annyira nem szeretem. Egy-két száma van, amit amúgy bírok. Tudom, hogy Pist is... Minden spálom kocsiban ül. Az igen, mert például azt a számot, én nem szeretem, úgy érzem magam, mint Jimmy című számban is az ő verzió, de hogy amúgy nem vagyok ilyen nagy Gyuris rajong, úgyhogy nem egy célzás akart lenni. Persze. Apropó célzások, benn voltunk. Hamarosan vendégünk lesz Bodor Áron, az Esti Kornél énekese. Fel is összebarátkoztunk, és van egy videó, már lehet, hogy jó, hogy ez ki fog jönni ez a videó. Van egy haverunk az MKKP-ból, Kis Kornél. Csepel önkormányzati képviselő amúgy. És ugye én mondtam az elején, hogy én nem nagyon vagyok Esti Kornél hallgató, de hogy ez nagyon rossz, hogy így mutattam be a videóba, hogy így itt van Bodor Áron, a Kis Kornél zenekar frontembere. És hát, hogy így... Mi a faszom az a Kis Kornél? És így, de nem szólt, aranyos volt. Nem aranyos volt, igen, és utána már úgy mutattam, hogy itt van Esti Kornél. Ez így ouch. Ez még rosszabb volt. Mondom, mi lehetett a probléma, Krisztián. Nagyon jól éreztük magunkat amúgy az Áronnal a backstage-be, és ittunk. Persze, meg... Ez volt a... És igen. A probléma az ott kezdődött, hogy az ivás után lett az interjú készítve. Így van, nem, ez a jó... Ez a jó. Áron is, mint egy bajnok úgy viselte el az egészét. De majd megbeszéljük vele az adásban, hogyha... Sem, igen. Inkább ő volt a fan, mint mi, szerintem. Tehát, hogy ő volt... Az elején, igen. Ő volt lámpalázasabb, szerintem. De nagyon jó volt a koncert, úgyhogy lehet, hogy fan lettem, lehet. Jó volt. Tényleg nagyon jó volt a koncertje. Ja, abszolút. Igen, meg fan volt a backstage-ben. Kifejezetten örültem, hogy ezt a zenekart én nem hallgattam korábban. Mert nagyon durva élmény volt így, hogy backstage-ből átélni, és jobban szól az a koncertben, az meg backstage-ben, vagy az a stage backstage-ben, mint a frontról. Ugyanazon a stage-en volt az Analóg Balaton, ami régóta vágyom, hogy elmegyek egy Analóg Balaton koncertre, és ki kellett, hogy jöjjek egy szám után, mert annyira tompán szólt az egész, mint hogyha abban az meg 5000 JBL Go-ról, vagy nem is JBL Go-ról valami. Olyan, mint hogyha a koncerten csak ennyit lehetne hallani, hogy így... The Bluetooth device is ready to help. Ez így indították volna a koncertet, bazdmeg. Igen, ti kiéltétek azt az elmaradott, nem tudom, 5 évet, amit mondjuk fangirlinggel tölthettetek volna. Tehát, hogy bepótolták ezt, srácok. Miért beszélsz? Hogy mondják ezt? Én szeretem. Valamennyi per kettőben. T per kettőben. Mert én nem vagyok srác. Ja, én azt hittem azért, hogy te neked már megvolt az 5 év fangörködés. Én azt hittem ez a rész. Nem volt 5 év, ez nem volt 5 év. Hány év volt? Nem tudom, amúgy szeretem némelyik számokat. Régebről az újakat nem nagyon ismerem, de amúgy zeneileg szerintem nagyon-nagyon okés. Klasszik. De hát ilyen az a magyar alter, élőben mindig jobban szól. Igen. Majd erről úgyis beszélünk jobban majd, amikor itt lesz az Áron, aztán majd dumálunk erről. Ja. Amúgy milyen jó programok voltak még. A Mad Max nap még volt ugye utoljára. A Mad Max nap az meg... Mad Max nap az nagy volt. Tehát, hogy konkrétan ilyen Mad Max-esre dekoráltuk magunkat, fekete smink genyóval. Tiszta olaj lenne. Az utolsó napunk az műhelyből jött volna ki. Az utolsó napunk az vizuálisan is nagyon erős volt, meg a játékok is nagyon erősek voltak, ugye, amiket... Ez egy nagy finálé volt. Cigiszívó verseny. Ami nem vagyok, azon reménykedtem, hogy a cigiszívó verseny közben, miközben az emberek remegő kézzel szívták a cigarettát. Igen, nikotinsoktól. Hogy itt nehogy valami baj legyen amúgy. Te nem lett. Igen, nagyon masszív. Tehát, hogy szigorúan töltött cigi, minőségtelen... Klubhüvely. Milyen dohány volt? Szimfónia dohány volt. Elég pronyó és nagyon toxikus programokkal készültünk aznapra. Ellentétben ugye ott volt, előző nap volt a spiri per ezotérikus nap. Megtisztulás. Átszellemülés, meg ez a tisztulás, igen. Uh-huh. És akkor utána meg ugye... Lehet, hogy azt hitték a standba mellettünk, hogy amúgy lehet, hogy ezek elfáradtak, most már nyugisabb lesz az egész. Aztán megjött a Mad Max nap, és... Hát ez, de a Mad Max nap, érted? Tehát az kellett látni, hogy 40 fok van körülbelül odakint. A standunk körül a cigiszívó versenyeknél ott volt 30 ember, így körbe a standunk körül, sehol máshol a civil téren, igen, zero ember, nálunk így 30 ember körbe, és így szív. Nagyon élmény voltam. Nagyon durva, igen. Az félelmetes volt. Én nem hittem volna, hogy emberek ennyi cigit bazd meg el tudnak színi. Volt olyan gyerek, aki versenyzett egyet a cigizivont, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy perc alatt elszívja a srác a cigit,
nincs ideje leesni a hamunak, mert középen még izzik a dohány. Meg hát ők akartak nyerni, tehát nincs idő hamúzni. Nincs idő, és így, tehát hogy ezt látod csak, hogy tényleg így remeg az egész ember, úgy hívja a cigit, és hogy ez vége volt a versenynek, a gyerek rágyújtott még egy cigire, csak úgy hobbiból, és aztán még egy kört mentek. Visszavágott. Volt egy srác, azt hiszem Viktor nevezető. Shout out, Viktor. Négyszer vett részt a játékban, és ebből háromszor nyert. Ez kemény. Egyszer nem nyert? Igen. Valaki megverte. Igen. De ő volt az, aki kettő között ugye szívott egy saját cigarettát öncélúan. Hát igen, lehet, hogy itt is bekevezetni olyasmit, mint a Forma 1, hogy hányszor mentsz a box utcába, és hogy hányszor hamúzhatsz le. És mindegyiknek van egy hamúzása, és mikor használod el, az nagyon stratégiainak kell lennie. Igen, még a mézgás srácok ránk is írtak, hogy ez a legnihilistább dolog, amit valaha láttunk, de hogy amúgy ez a cigiszívó verseny, csak azért nem szeretnék ilyen forma lenni, aki azt gondolja, hogy nem shoutoutolja az eredeti alkotókat, hogy a Gólem Fesztiválon ment, ez egy nagyon nagy dolgot, és onnan jött az ötlet amúgy. Igen, tehát hogy a Gólem Fesztiválról jött az ötlet amúgy erről a cigiszívó versenyről. De idén nincs Gólem Fesztivál, úgyhogy átemeltük ezt a tradíciót. Rip my dude, Gólem. De szerintem ez sokkal jobban beleillett a Gólem helyett a Mad Max-es napba. Ezek volt motoros verseny műfaszokkal, és ezek az óvodásoknak szánt kis motorral. Onnantól kezdve, hogy a hátsó kereke kitört az egyiknek, onnantól még szürreálisabb lett az egész, hogy húzták bazd meg egy kerékkel magukat 70 kilós emberek ezeken a motorokon. Nagyon jó. Erről nagyon jó videó, hogy amikor versenyzek az Áron nevű srác ellen, annyira a legbüszkébb sportteljesítményem szerintem így visszanézve. Volt egy pentagram a hátamra rajzolva, én úgy égtem le aznap. Anarchia jel. Igen, egy anarchia jel, bocsánat, igen, ez a pontos. Úgy égtem le, hogy az anarchia jel az rendesen ott volt még két napig a hátamon. Api, best moment. Fú, nagyon sok volt, ugye, tehát hogy most nagyon éltem a fesztivált, most volt először évek óta, hogy nem... Végig kint alszol. Igen, mert általában én mindig az volt, hogy vége volt a napnak, aztán így csá-csá, eltűntem. Zsíom. És most kint voltam, és nagyon, nagyon jó voltam úgy a fesztivál idén is. Én nagyon sokat beszélgettem amúgy a többi standdal, a mellettünk lévő standokkal is, meg azokkal, akikkel már ugye évek óta is ismerjük egymást itt azért. Én szeretném azért elmondani, hogy vannak azért barátaink itt szerintem, akikkel már 5-6 éve ismerünk. Nem kell bizonygatni, hogy vannak barátaink, Api, tehát hogy így. Eskütesó, hogy vannak. Eskütesó vannak barátaink. Nem mondom. Nem vagyok ilyen weird arc. És hogy vannak, akiket már 5-6 éve ismerünk, és egyszer találkozunk velük egy évbe, de akkor így 5 napot intenzíven. És most is eltöltöttünk velük amúgy így 5 napot, és ez nagyon jó volt, meg nagyon jókat beszélgettünk, nagyon jókat bulizunk ilyenkor. Én nekem az, hogyha nem egy napot kell mondanom itt amúgy ilyen best momentnek, akkor ezek voltak a csűrbuli, szerintem az egy nagyon jó best moment minden évben, hogy a csűrben bulizunk, ami a kempingben egy ilyen ivóhely. Igen, itt ugye itt a legszínesebb hátterű politikai szervezetes emberek, igen, meg akár civiles emberek, igen, együtt levedlik a pártszíneket, és csak együtt isznak, és jól érzi magukat, és ez szerintem tök szép. Ez egy nagyon szép momentja amúgy szerintem, amit amúgy mi kezdtünk el, mármint, hogy nem a csírbulit, de hogy igen, az, hogy összehozni az embereket a civil téren, az egy alapból egy GRDG iniciatíva volt, ugye a közös reppárbajjal, ugye? Ami most már ugye 4. éve megvalósult, igen. Szerintem több, én azt néztem, hogy mintha már az első évben is lett volna valamilyen politikai rap. A második évben volt egy olyan, hogy levittünk Gang Beast-et, levittünk egy PS-t, meg TV-ket, és hogy úgy volt, akkor volt az előző választás, polgármester választás, és hogy úgy fog eldőlni amúgy az önkormányzati választások, hogy ki fogja nyerni a Gang Beast-et. És a rákövetkező évben volt rap párbaj, gondolom. Igen, és az is már igen, összehoztam úgy őket végül az is. Az már nagy volt. Az, igen, az mert hogy együtt egymás ellen PS-eztek, és ja, utána levő évben volt az, hogy utána évben nem volt. És utána volt az, hogy akkor rap párbaj. De a rap párbaj után, tehát hogy a rap párbaj szerintem az egy ilyen, az tényleg egy ikonikus része most már így az EFOT-nak így ez a civil teresekkel. Ez záró est. És utána ezek az emberek, akik amúgy ideológiailag amúgy így szanaszét vannak, igen, utána közös összeborulás és mit énekeltünk?
Nélküledet énekeltük összeborulva az emberekkel, persze. És mindig van egy nagyon szép közös fotókészítés is amúgy az ottaniakkal, és azt én ezt én nagyon igen. adni szoktam. Igen, ezt is mi kezdtük el szerintem ilyen fél ironikusan, hogy amúgy, na majd benyomjuk az ismerős arcokat, mert hogy az mekkora nagy Mi hazánkos track. És aztán kiderült, hogy ezt mindenki, aki politikai szervezetben tevékenykedik, az iváltja ezt a számot. Kivéve a Mi hazánk, ők nem jöttek oda. Tényleg? Azt mondják, hogy meg túl van értékelve ez a szám, és elmentek. Túl mainstream. A jövőre beszélünk. Igen, ennél vannak jók is, mint például. Na most nem fogom kimondani. Mondd ki. A Divizió 88. Jó, érted, ha mindenki MC-st itt hallgatna, akkor meg mi mondanánk azt, hogy álma túl mainstream az MC-st. Csűrben nem ment le az MC-st. De. Ez hogy nem volt. Én a fekáliát, azt én a csűrpultban ismertem meg. Tehát, hogy én mentem kérni a fröccsöt, és csak azt hallom, hogy így MC Isti nyomja, hogy fekália, szarj, meg a többi. És így hallgatom, hogy így, micsoda? Így nézek így körbe így az embereknek az arcára, hogy így ezen megvan valaki botránkozva, hát kívül, és mindenki csak így nézi. Nekem mondták, hogy sajnos nem mehet le, mert hogy most, amikor ott tartózkodunk, túl sokan vannak, és hogy a renoméját rontja a helynek. De még aznap visszamentünk, amúgy, és lenyomtuk, vagy 3-4 számot. Az öreg, aki a csűrt viszi, ő már amúgy föl van készülve arra, hogy a civil teresek amúgy mennek este, és mert hogy a nagy része, akik este ott vannak a csűrben bulizni, azok a civil teresek, mert amúgy mindenki kin van a fesztiválon, de hogy mi megtöltjük a csűrt általában. Ez a csűr, ez egy kis mini bár. Igen, kocsma, konkrétan kocsma a kempingben. Általában mulator zene szól. Igen. De azért, mert azt kérik a jobbikosok egyfolytában. Hát, de mert oda megyek, és a bittodótól kell a diktamámót hallgatni. Csibori. Igen. De idén Csibori, már nagyon Csibori. Vegyes volt, mert idén szerintem volt mulatos, egy kis commerce, és a harmadik meg a Playboy kárti. Igen, az nagyon meglepő volt, hogy az biztos, hogy... Ez lehet, hogy második reformkor rakta, vagy nem tudom, de valami új párt rakhatta oda. Hogy került a Playboy kártire, a csűr playlistre? Nagyon nagy. Hogyha már önkívüli dolgokat mondunk, startozások kívüli programokat mondunk, akkor nekem az volt a legjobb pillanatom, hogy én nagyon-nagyon fáradt voltam. A Patron Extrában elmesélünk egy sztorit, ami ide tartozik, hogy az is aznap történt. Amitől megjött a kedvem, hogy akkor visszamenjek a városba, a fesztiválra, és megtaláltuk a Secret Stage-et, mert mindig van minden évben egy Secret Stage amúgy az EFOTON. Most nem mondom el, hogy hol volt pontosan, mert lehet nem lenne Secret, hogyha jövőre is ugyanoda akarnák rakni, de hogy megtaláltuk a Secret Stage-et, ami már alapból odautazni is egy ilyen, odajutni egy ilyen utazás volt, és ez egy silent party volt, amin három darab csatorna volt. És ott voltunk barátokkal, és az első csatornán én Black Eyed Peas ment, Usher, tehát széttáncoltuk magunkat alapvetően, és utána átkapcsoltunk, de utána jó ilyen lépegetős technózene volt, az is kurvára adtam. A harmadik csatornán pedig, csak hogy mennyire MC Isti... Year of the MC Isti volt e foton. Tehát MC Istitől a milligram, kiló, kilogram, kiló, milligram, kiló című száma ment végtelenítve. És nem viccelek, az volt az egészben a legjobb, hogy tényleg így mondjuk így ment a Let's Get It Started a Black Eyed Peas-től, és mindenki vereti rá, és valaki ütemtelenül vereti a társaságba, és oda nézek mondjuk a Dávid haverunkra, és így nyomja rám, hogy így Norbert Stu, a Fassel Osztó, Norbert Stu, a Rungro, és ezt olvasom le a szemem, és már én kurvára rögt, és mindig az volt, hogy oké, beleértünk magunkat egy másik zenébe, és látom, hogy már valaki már megint Zoliát hallgat, bazd meg. És visszamentünk egy nappal később erre a burira, sajnos már nem ez volt, nem ezek a zenék voltak, hanem kőkemény techno volt, de a harmadik csatornán ott meg a Vivaldi 4 évszak ment végig. És ez is egy olyan szinten szürreális dolog volt, hogy így annyira verettük a Vivaldira, hogy volt egy rész, hogy összehívtuk az összes zöld fülhallgatós embert a sátorban, és hogy a sátorfere már így twörköltek bazd meg a Vivaldira, meg ilyen, tehát ilyen dolgokat még nem láttam a 4 évszakban. A Fortnite dance-eltek a... Ja, az is volt, ugye, Fortnite dance. Grillizés a Vivaldira. Ja, úgyhogy nekem ez nagyon, az bejött. Jó, ez ami még nekem nagyon tetszett, az a szintén standon kívüli program volt, a Human Bingo. Oh, yeah! Mindenkit megmozgatott, én úgy láttam, tök sokan vettünk rajta részt, benne rajta, és ez egy ismerkedős játék, nem tudom, mik voltak. Hogyan néz ki egy human bingo, ugye? Van egy olyan, mint egy bingo, az lényeg, hogy ott vannak a teremben az emberek, és egymáshoz oda kell menni, és akkor vannak rajta dolgok, amiket meg lehet kérdezni, és akkor kiik szeret, hogyha a másiknak az már volt. Igen.
Így vagy van. Igaz rá. Igen. Nagyon jó dolgokat raktunk amúgy rá a Human Bingo-ra. Igen, próbáltuk nehézre csinálni, hogy meg szürreálisra, hogy nehéz legyen találni. Van-e anyajegy a... Van anyajegy a... Sejhajodon. Az alfeledem. Na, ez az első kérdés. Nézzük meg, hogy mi tudnánk-e bingót csinálni saját magunkban. Hát ha már így idő előtt iszol, Krisztián, mint ahogy délelőtt, meg mindig te kezdél előtt. Hát már megbontottad? Én is már, korai gösszer ömlésem van. Ez jó volt, mi ezt rakjátok el, melósok. Ez jó volt. Ez nagyon jó volt. Korai gösszer ömlés. Akkor játék. Nézzük meg a GRDG ember bingókat. Ez volt a GRDG podcast. Nézzük akkor meg a bingókat, és menjünk végig néhány kérdésen. Nem menjünk így végig sorban. Vagy mondjuk... Jó. Igen. Nézzük meg. Végig. Nézzük az első jegy, hogy kinek van olyan jegy a seggén. És az iszik, akire igaz. Szerintem nekem van, de már régen láttam. Én régen voltam már szemtől szembe az öreggel, mondjuk úgy. Tehát azt mondod, hogy régen hajoltál le a tükör előtt. Itt lent amúgy van, ha itt a stúdióban amúgy lemész Pisti, van két tükör egymással szembe, tehát végtelenítve meg tudnád nézni itt lent amúgy. Azt tudod nézni. Na majd én nem tudom, hogy van. Jó, akkor kis szünet, mindjárt visszajövünk. Fél. Második, ki van körülmetélve? Vadi mondjuk úgy, hogy a nincsen figymámra iszik egyet. Aztán várja, akkor visszaköpi. Vonzódik egy animált karakterhez. Persze. Judy Hopps? Nem. De majdnem Lola Bunny. Lola Bunny. De csak a 94-es Lola Bunny. Az új, ez elég mid. Miért Judy Hopps sokkal rosszabb, mint Lola Bunny? Judy Hopps az nem annyira szexualizált. Krisztián, a Judy Hopps az csak azért lett králva, hogy szexualizált karakter. De úgyis, a Judy Hopps az csak egy ilyen aranyos nyuszi. Nekem nincs szexuális vibe-ja a Judy Hoppsnak. Most itt elővennék egy képet a Judy Hoppsról. Nem azt mondom, hogy nem lehet csinálni szexuális képet a Judy Hoppsról, csak azt mondom, hogy a Zootropolisban nincsen szexuális vágya. Vagy az ember olyan homokóra alakja van a Judy Hoppsnak szerintem a... Nem ilyen kis pici nyúl alakja van? Szinte. Igen, ilyen kis... De vannak ilyen csajok. Tehát vannak azok a férfiak, akik nem a dögös nőkre mennek, hanem a cuki hát, csajokra. És ez egyébként ez tök oké. De közben Judy Hopps nem atom tip. Az nem oké, tehát, hogy... amit te csinálsz. De nem, az nem tip. Félreértés, ne esélj. 94-es Lola Bunny tip. Kérek egy képet Judy Hoppsról, és kérek egy képet Lola Bunnyról, az eredetiről. Jó, tényleg nem annyira. A nézők írják meg, hogy melyik animált karakterhez vonzódnak. De hogyha megírom, hogy tikka Google képes. Jó, ha megírom. Hogy nézd. Oh, fuck. Igen, ha nem írom le, akkor is kiadja. Az internet bugyrai. De tehát itt az jó. Erre gondoltál? Igen. Tehát, hogy fúj, bazeg, de jó, elég legyen már a DeviantArtból. Fanny, mi az a férfi karakter, ami szerinted a legjobban szexualizálva van a rajzfilmben? Én most tudom, hogy... Animált karakter, állat? Bármi animált karakter. Tehát, hogy ez férfiaknál szerintem nem annyira divat, pont ezért. Uh-huh. Mert hogy Shrek. Amikor emberi alakot ölt. Nem amúgy, nem. Én azt tudom, hogy amúgy a Prince Zuko az Avatarból az azért az, mert hogy ilyen morally gray, és hogy amúgy így. I can fix him, igen. I can fix him karakter, és hogy a Prince Zuko az például azt tudom, hogy ő a hot karakter az Avatarból. Aha, igen. Melyik az, amikor ez az Eldorado, az a mesélek? Irány Eldorado. Úgy gondolom, hogy a bacsa is. Igen. Tick. Hát láttad már? Persze. De hogy ott a két pali azok ilyen tipikus ilyen hot csávók. Nem? Ja. Igen, meg ott szerintem direkt arra építenek, hogyha neked nem a szőke kék szeműek jönnek be, akkor majd a latinok. Aha. De ott van például a aranyhaj, ami van a Flint Rider, uh-huh. aki megint csak egy ilyen szélhámos tolvaj forma, és ez is ilyen szexi van megcsinálva. Uh-huh. Az aranyhaj meg kevésbé benne, tehát hogy az aranyhaj meg ez a cuki csaj, ugyebár. Igen. Hát ő gyerek maradt. Underage, tehát hogy igen, ne annyira. Én akkor ezért bézi.
Igen, igen. Jó, 2009 volt, és az Avatárt néztük, 8-os lehettem akkor, és valahogy följött a chat csoportunkba a srácokkal az Avatár című film, amiben ugye vannak a navik. A navik, igen, és a Neytiri, uff, és akkor írtuk, hogy hát mondom, én nagyon crusholtam a Neytirit, és mondom, hogy akkor a csalódás volt, hogy a film után így bementem az osztályterembe, így ránéztem a 8-os csajokra, és olyan volt, mint telehány zacskó, az meg így egy széken. A nyolcadikban a lányok azok nehéz időszakban vannak, maradjunk annyiban. Hát, hogy egy Neytiri van ellenük. Maradjunk, hogy nem volt esélyük. Rácsatolnád a faszodra a haját, az aki... Nem, hát akkor visszatértünk. Tapsol, hogyha leszáll a repülő. Volt már. Ez ilyen magyar szokás, hogy... Nem, ez mindenhol. Globálisan működik. Tehát, amikor valami nagyon para helyzetből száll, vagy valami nagyon nehéz repülő... Mit mondtam rosszat? Nagyon képzelgek para. Közben, nem bírom. Szóval volt, hogy Kuala Lumpurban másfél órán keresztül körözött végig a repülőgép, és mert annyira nagy köd volt, meg olyan szar volt az időjárási viszony, nem tudtunk normálisan leszállni, és hogy már beálltak, leszállásnál már beálltak középső sorban az evakuációra felkészíteni minket, hogy megint mutatják, hogy hol vannak az utak, meg ilyenek, meg volt a 4 sípolás, tehát hogy nagyon para volt az egész helyzet. Francitól tudom, mert én végig GTA San Andreas osztom a switchemen, és nem vettem észre, és ráadásul már ironikusan a repülős vizsgás küldetéstől tartottam. De hogy akkor volt az, hogy így lerakta a gépet, hogy már láttam, hogy Franc ez már ki volt, tehát hogy ő ezt így végig így érzékelt ezt az egész jelenetet, már le volt izzadva, már minden baja volt, hogy itt meg fogunk halni, és akkor járt a taps. Tehát, hogy azért kis taps. De ez nem arra vonatkozik szerintem, hogy szép mentés, tesó, hanem amúgy is, alapból is megtapsolják, hogyha lerakja a gépet. Azért tapsolják meg, mert hogy hú, de ügyes vagy, hogy leszálltál. Franc ezt honnan tudta? Tehát, hogy nem hallgatott zenét, vagy mi radoggingolta a repülés, bazd meg, hogy így över volt. Nem, csak az volt, mondták, hogy le fogunk szállni, és már gyanús volt neki, hogy 30 perce nem történik semmi, és akkor már így kinézett, és látta, hogy ott forgolódunk, meg figyelt a sípolásokra, meg látta, hogy azt már én is láttam, hogy beálltak oda az emberek, de én azt hittem, hogy megint kaja lesz. Most van a parfümös körbe az, meg nem tudom. Legközelebb, ha a 6 sör után hazaviszlek kocsival, akkor is tapsoljál már, légy szíves, hogy jó! Hát a jár a taps azért is. Na. Beszarok. Ti nem tapsoltok akkor, érted? De, tapsoltam már. Hát, tapsoltam már én is amúgy. Soha nem tapsoltam. Érted, amíg soha nem tapsoltál semmiért. Elavult szokás. Mi a következő? Hányt már ezen a fesztiválon? E fotón. Hát ez... Nem. Ezen most nem. Ezen nem hányt. Ezen most én se. Talán az első egyébként. Szerintem volt egy-kettő, amin igen. Eddig mindig hatalmas. Mindig volt egy... óriási nagy bulim, ami így borzasztóan túlszaladt. Most volt egy, ami közel volt amúgy. Hát nekem? Igen, még mondtad, hogy szarul vagy, és kiültél a sátor elé. Oh shit, tényleg volt ilyen. De mondjuk én nem értem, hogy most hogy nem hánytam, mert amúgy tényleg szinte minden este összehiszem bármit megittam, ami ott van. Kipenzoltad magadból, lehet. Lehet. Kibellacsáhoztam magadból. Fújt az meg. Akkor már inkább a hányás. Inkább hányás, mint még egyszer, hogy kell hallgatni a bellacsáhot a nagy pénzrablás óta. Hallgat olyan zenét, amit nem vállalna fel, nyíltam. Szerintem mindannyian. Én nem. Mindet felvállalom. Én mindet felvállalom. Én is azt kell mondjam. Te akkor így nem vállalod? Tehát, hogy én velem úgy van, hogy én hallgatok nagyon botrányos zenéket, de hogy így az is hozzám tartozik. Tehát, hogy igen. Sok dolgot szégyellek az életben, azt nem fogom, hogy milyen zenét hallgatok. Jó, akkor vegyük úgy a kérdést, mint hogyha úgy lenne feltéve, hogy mondjuk bármilyen társaságban, kortól, nemtől, hovatartozástól függetlenül, bármilyen közegben vagy, mered vállalni, hogy igen, most jön a Spotify listám, és igen, megnyomom a play gombot. Ja, na ez így jó, igen. De szerintem... Olyan, akkor amit, így akkor lehet, hogy már... Így van olyan, amit tehát, hogy nyíltan felvállalod. De szerintem így meg nincs olyan ember, aki amúgy felvállalna, mert hogy így amúgy... Dehogy nem. Van egy-két számunk rajta, amit lehet, hogy nem játszanék le egy ilyen... Például. Nem mondok például. Jó, a H2O-nak amúgy a főcímdát lehet, hogy nem... I've got a special... Figyelj, én összességében a káromkodások miatt mondjuk a nagymamám előtt annyira nem szívesen játszanám le mondjuk azokat a számokat. Mondjuk az MC Istitől mondjuk a fekáliát például, hogy ilyeneket érdek. Tökre szíves, mondjuk azt pont lejátszanám előtt. Volt egy koncertem a központban,
ez a második koncertem volt, az első a Lil Kubik után. Na, Lil Kubik és meghagytuk a Lil Kubik idős hölgyek feldolgozást a setlisten, és ez volt az első koncert, ahol lejött egy faterom muterom. És na, ott azt egy kicsit, ez az, hogy kicsit kényelmetlenül voltam. Kényelmetlenül érezted magad, hogy ott van? Mikor azt mondom, hogy bekapod a fitymát. Bekapod a fitymát, kiköpöd a protkót, akkor egy kicsit így néztem így a sötétbe, így a tömegből, hogy így, fú, bazd meg, hova nézzek így bocsánatot kérően. Igen, de hogy igen, nekem is inkább ilyen jellegű, hogy a trágárság miatt nem vállalnám, de hogy nem azért, mert hogy amúgy, tehát, hogy így mondjuk én a H2O intrót bevállalnám, miért nem? De nem hallgatom. De nem te mondtad azt, hogy a nagymamád nézte a podcastet? Hát így nézett bele részekbe. Ja. Hát akkor meg mit szégyelsz? Kíváncsi vagyok, hogy milyen az a benyomás, amit mondjuk egy semmit se sejtő ismerősünk kap, amikor mondjuk először hallgat meg egy ilyen podcast részt. Tehát, hogy én szerintem jobban tartok a reakciótól, mint amilyen valójában. Tehát, hogy én szerintem jobban... Szerintem mondtad, hogy melyik részben nézel bele. Igen, nekem írták már ismerősök, hogy te meg... Ez az új hobbi, de... Ja, tök jó. Szerintem általában adják az emberek egyébként. Tehát, hogy nem nagyon kaptam még megbotránkozó visszajelzést, őszintén szóval. Ezt a hátunk mögött csinálják azért. Persze. Te amúgy jók voltak a visszajelzések. Meg hát tökre élem, szóval igazából. Hát, ami a... Szerintem nem annyira durva. Tehát, hogy csinálnánk ennél hardcore-abbul is. Lehetne olifenszünk is. Egyre kevésbé vagyunk amúgy szerintem megbotránkoztatóak. Szerinted igen? Igen. Normi. Kérem, most így odafordulnék a kamerába. I love! Odás születi, én így borítom le a kamerát, bassz meg, ne, api, ne! Hoznék valami jó hírt is nektek. Hoznék nektek egy kis jó hírt is mára. Kanye West-től szeretnék amúgy idézni most nektek. A podcastban volt Kanye West, és azt mondta, hogy nagyon szereti Mr. H nevezetű úriembert. Igen. Azt hittem, hogy csak a kamera felé fordulsz, és nyomnom kell egy Mrs. Obama Get Down-től, és így hangosan, így kemény R-rel belemondod az M betűs szót a kamerába. Nem, kevés. De amúgy, hogyha már ilyen, nem ilyen Mrs. Obama... Basz meg! Ez, de erre leszel, nem valami, vissza a GMDG, back to origins. Szóval, ha már az amerikai témáknál tartunk, akkor történt egy történelmi pillanat az előző héten. Igen, mert az amerikai kultúránál vagyunk, mint amit az előbb. Donald Trumpot fülön lőtték! Vomp-vomp! Na, mondtátok, hogy ti nem nagyon vágtok erről, vagy nem nagyon tudtok sztorikat mondani. Én szerintem így köbe vágom most, hogy így mi történt. Nagyon sok kontentet fogyasztottam ezzel kapcsolatban. Éppen beszédet tartott az öreg Trump, amikor, és éppen csak elkezdte a beszédét, tehát hogy még éppen 2 perce volt benne, és amikor eldördült 4 lövés, és abból az egyik elvileg a fülének itt a tetejét találta el. Na most az a lényeg, hogy azért csak itt a fülét találta, mert éppen fordult a fejével amúgy egyet, hogyha nem fordul a fejével éppen abban a másodpercben, akkor valahol itt átviszi a fejét amúgy a... Jéget. Tehát, hogy ilyen egy tized másodpercre, meg 1 centire voltunk attól, hogy a Donald Trumpot fejbe lőjék amúgy a beszéde közben. De nagyon sokan azt mondják, hogy ez megrendezett volt, meg... Hát igen. Ez igaz, hogy elvileg egy bejegyzett republikánus faszi volt. Igen, de elvileg volt adomány, amit adott a demokratáknak is, tehát szerintem ez egy valami, vagy BlackRock oktató videóban szerepelt a csávó. Tényleg? Aha, volt egy BlackRockos videó, hivatalos BlackRock YouTube csatornán, és hogy, tehát, hogy ilyen, ebbe mindenki belegondol, amit akar igazán. Szerintem ez szimpla őrült volt a faszi, 20 éves volt. Vagy csak elege volt valamiből. Azért... 15 perc hírnév. Hát nem 15 perc hírnél, tehát hogy a Booth is még ismerik, és mikor volt már 100-valahány éve, 200 éve. Lett volna egy F. Kennedy Vol 2. Amúgy valószínűleg azt akartam, hát, gondolom. Igen, de hogy... Na mindegy, hát most meg szerintem behúzta a Trump ezzel, tehát hogyha nem lett volna elég a elnöki beszéd, ami ő így be tudta fejezni a mondatot. Chat clip this, és így egyből így meglőtték, és...
Az, hogy bevállalta azt a mozdulatot, és csináltak egy olyan fotót róla, hogy fogják a CIA, és akkor nem tudom, kik vannak ott a biztonsági emberek, Secret Service, így fenn van így a keze, és mögötte bazd meg, ami drón behúzza az amerikai zászlót. Az annyira hard az a kép, hogy amúgy olyan, mint egy albumborító, abból is a legjobbak, olyan, hogy így be akarom állítani háttérképnek, úgyhogy nem, tehát hogy ti a videót láttátok amúgy róla? Igen, láttam. A videó azt szerintem, ugye egy ember ott egyből meg is halt amúgy, akit eltaláltak a lövések, ketten meg súlyosan megsérültek, a Trump meg ugye könnyebben, aha. És amúgy miközben ez megtörténik, és a Trump emeli fel a kezét, a tömeg elkezd őrjöngeni, hogy USA, USA, tehát amúgy nagyon nagy energiák voltak amúgy, még úgy, big energy, elég még úgy is éppen, hogy érted, egy ember meg... Igen. El, érted, yeah. Hát ja, igen, hát ezzel most grattatom, most ezzel a héttel szerintem egyértelműen beállt egy irányba ez a választási kampány, ugye a másik az a, ez erről szerintem nem beszéltünk még, nem, hogy a Biden az leputyinozta az Zelenszkit. Zelenszkit, igen. Igen. President of Ukraine. Mr. Putin. Igen. Tehát, hogy ez bazeg. Igen, Putin próbálja az evés. De a, igen, a másik meg azt mondta a Joe Biden, hogy amúgy teljesen, tehát nem kell leváltani, ő teljesen képes amúgy 2020-ban is megverni Trumpot. Tehát, ja, igen. Ja, igen. Ez volt. 2020-ban? Ne, azt se tudja már szerintem, hogy mikor van sokszor, vagy tudod, fáradt, meg idős, hát persze. Három nap van közt és nagyapám között, és látom, hogy idős amúgy a... Tehát, hogy... Persze, egy ilyen kampány alatt meg én is hülyeséget beszélnék, tehát meg én is hülyenék, hogy hú, hol a gecibe vagyunk most? GRDG negyedik nap a fotomban, ez még az... Konkrétan. Mert nem kapcsolódtak össze a mondatok eleje és végei. Igen. Ez már másik nap Biden, is. Biden-re efotoztuk magunk. Igen, és hát nagyon durva volt szerint, tehát nagyon durva, hogy ennyi merénylet történik amúgy mostanában, de ez egy szerintem kifejezett problémája annak, hogy polarizálják amúgy a társadalmakat amúgy elég durván. Tehát, hogy így, hallottátok a beszédet a Bidennek utána? Nem. Csinált egy beszédet arról, hogy amúgy így le kell vinni a hitet, tehát hogy ez nagyon-nagyon-nagyon érzelmes volt ez az egész kampány, meg ilyenek, de hogy egy kicsit így vissza kell vennünk, mert hogy ez egy kicsit túl sok, ami most a Trump-al történt. És most fogsz nem bedurvulni amúgy az egész. És azt akartam, az egész kommentek alatt azok végig ilyenek, hogy így négy éven keresztül nácizni, meg nem tudom mit csinálni az ellenfeledet, az politikai híthez vezet, ez mennyire meglepő, meg ilyenek. Tehát, ugyanez megy itthon is, hogy olyan szinten polarizálva van a dolog, hogy azon se csodálkoznék, ha Magyar Pétert meglőnik, azon se csodálkoznék, ha az Orbán meglőnik, azon se csodálkoznék, ha Gyurcsán meg... Uh-huh. Nem csodálkoznék már ilyen dolgokon, mert olyan szinten minden oldal a másikat annyira egy ilyen alattomos, tehát ő tehet a világ minden problémájáról, és ha az nem jó, mert akkor miért nem tüntetjük el ez a gondolat egyből? Persze. Volt egy másik videó is Donald Trumpról, még pont a pennsylvániai merénylet előtt, egy pár nappal volt, egy golfkocsiban utazik, nem tudom, láttátok-e azt jelenet, nem láttátok? Nem. És valami, oda mennek hozzá, és valami, hát ilyen kandikamerával, vagy tehát tudod, így ilyen sutyiba van fölvéve az egész. És beszélgetnek vele, és van pénzt odaadnak az embereknek, akik oda mentek, miután azt mondták, hogy ő jobb, mint Biden, és ad neki, mit tudom én, $200 adott, vagy valami ilyesmit. És... Jákob Zoli újra töltött. Várjál, nem is az, hanem... Még hasonlítanak. A Joe Bident így a golfkocsin ülve, miközben a fiával ott golfoznak, bazd meg, de hogy így egy gesz nagy golfkocsiban valami öreg, beszart szardarabnak mondja, valami így beszél a Joe Bidenről, mint hogyha tudod, valami régi, otthoni régi fűnyíróról beszélnél amúgy, bazd meg, ami ott van a garázsban, hogy ez a szardarab itt van bármi egy ideje. És nagyon is, egy sutyiba van felvéve az egész, és de volt most a lövésről is amúgy egy ilyen kiszivárgott telefon, pont az adás előtt egy órával vagy kettővel volt. Láttam, hogy valamelyik Kennedyvel beszél most. Uh-huh. Nem, az is valami F. Kennedy. Uh-huh. Hívják a Johnnak a tesóját, hogy hívták? Uh-huh. Robert? Robert F. Kennedyvel beszél, ha jól láttam, hogy ilyesmi. Nem tudom, hogy ez létező néve. Vagy egy AI videó volt, faszom se tudja, de hogy arról beszél a Trump, hogy a füllövés az olyan érzés volt, mintha a világ legnagyobb szúnyogja csípte volna meg, ezt mond, így mondja. Nagyobb volt egy lónál? Jó, de amúgy szerintem ilyen nagyon nagy adrenalin sok lehetett az ott neki is értem, mert gondolod, hogy tényleg
centi mullott amúgy az, hogy meghalljál, meg a 10 fokot elforgatod a fejedet, akkor már ugye a koponyába megy bele az is. Yeah. Egyesek erre azt mondják, nem én, hogy a majdnem, az nem. Ja, hát jó, de érted, de hogy ez ilyen, ez szerintem ilyen extrém nagy véletlen volt amúgy, hogy pont nem halt meg. Az úr vele volt. Mi van, hogyha ez meg volt rendezve, és mondták neki súgógéppel, súgták, hogy most kell fordulni. Hát én azért nem, mert... Ki lett volna? Na maradjunk annyiba, hogy szerintem pont ugyanannyira megérdemli a választási győzelmet, ha ezt a választási győzelemért bevállalta, hogy most fordítja el a fejét, mint hogy ez véletlen. Igen, tehát, kiemelkedő performance. Tehát, hogy innentől kezdve, hogyha staged, akkor így, az meg ez van. Tehát, hogy ez egy történelmi pillanat volt. Én azért nem mertem volna bevállalni egy ilyen staged jelenetet, nem tudom, ti hogy vagytok vele. Hát ő amúgy is tört már ilyen, tehát egy vezet már színész vizekre. Hát jó. Elég erős szerepváltás, maradjunk a hívban. Csak más a műfaj. Milyen Alec Baldwin ott van, érted így a izérés? Alec Baldwin eltalálta volna. Alec Baldwin eltalálta volna, az biztos. Ahogy látjuk. Ti hol voltatok, amikor Trumpot meglőtték? Én a halásszal karaokeiztam a... Smici karaoke. A smici karaoke. Mi sápoltunk az első sorban. A kombolyoktól a télapót ott ugráltam, amikor megjött a hír, hogy meglőtték Biden. Én a csűrben politizáltam, meg jégereztem éppen, amikor ez történt. Beszartak. Éztem aludtam. Na, mindenki máshol majdnem. Fanny, te mi csináltam? Én is a smici karaoke-n csápoltam. Valaki írt valamit a csoportba, hogy ő... Hát a halász írt, vele a kavbolyokat nyomtam. Ja, a kavbolyok télapót. Igen, azt karaoke-ztam, miközben meglőtték Trumpot. Lejöttem, és az volt az első hír, hogy Trumpot meglőtték. Az még mi van? Érted, az embert 14.000 kilométerrel odébb, vagy nem tudom, 7.000 valahány 100 kilométerrel odébb, érted? Éppen megmerénylik, te meg énekled, érted, hogy a télapó nem a régi már. Hányat kurdog el, leszek el. Szólhatna Bidenről is valamit. Énekes be az meg, érted, az e-foton karaokizol, és így bejönnek hozzád, mint a Bushhoz, tudod, hogy így uram a Trump fülét meglőtték. És csak így, de csak ilyen biztos, hogy kikerekednek a szemeid, és így a télapó nem a régi. Uram, egy második golyó is eltalálta az elnök. Még egy golyó eltalálhat téged is, fiam. Te nem kapsz ajándékot, Ancsa, mert a szemed olyan banja, vagy hogy van az? Banja, igen. Krisztián tettekben turetes, tehát hogy... Ja, hogy meg kell csinálnom, hozzá kell nyúlnom a faszomhoz az adásba? Igen, hozzá kell észrevétlenül nyúlni a faszomhoz. Jó. Lesz majd ilyen counter, tudod, hogy ilyen... Fasz counter! Mi mondom, a crotch kamera, azt mondtuk a második évadban, lesz külön crotch kamera, hogy itt lesz egy kameránk, és csak így, néha így fingás hangot felvesz, és így néha egy ilyen vakarás van benne, kettő amúgy, és majd... Fanny róla, hogy crotch! Milyen kőkemény merevedésünk van, csak így látszik. Tudod, de beszélünk a Judy Hobbsról, és basz meg ilyen ekkora, hogy lóg ki a faszunk vége már akkora. Szerintem lenne értem egy crotch kamerának. Kibújtatok egyébként alóla az ivós játéknál, hogy én van beceneve a nemi szervének. Nincsen. Nincs. Ez milyen indítatásból van valakinek benne. De volt egy ilyen. Profilja. Ja. Ott tényleg ott meg lehet adni azt. Ja, hát a pici. De ez volt, hogy a picúr, bocsánat, ez volt egy csámónak. Igen, nem tudom, mi lenne a neve? Most mondtuk. Nem tudom, mint egy emberi nevet adsz neki, ez annyira fura, hogy mondjuk úgy jött, hogy... Jani. A János. Az jó, de ez nem, tehát hogy állandó becenév, nem? Jani. Őrmester. Jani. Az őrmester! A már vigyázban áll az őrmester! Aki ilyet mond, én azt automatikusan gyanítom, hogy 80 alatt van az IQ-ja, bazd meg, aki ilyeneket, hogy jó, az őrmester, már vigyázban áll. Teljesen meglep. Mi van? Hát, a bóc. Szerinted ez oké? Poligatom a bócot. Igen. Szerintem az, aki Adolf Hitlerrel viccel, ez ne legyen már nem oké. Na mindegy, máshol van az inger küszöb. Ez egy jó fasz becenév lenne egyébként, nem Hitler. És oda Hitlert?
Nem azt. A faszomra gondoltam. Szerintem nem is tudom, melyik nagyobb red flag, mint hogy az ágyban felhozott Hitler, vagy hogy kiderül, hogy csak a faszomra gondoltál. Tehát, hogy ez még rosszabb. Hát most már nekem van egy... Hitler. Szerintem van otthon most már egy red flagem amúgy, mert a lelőtt Ceausescu házaspárt kiraktam az ágyam mellé amúgy a... Igen, csináltunk egy olyan képet effortra, hogy ugye Ceausescu-ikat mikor 89 vagy 90? 89-ben igen. A 89. december 25-én lőtték őket agyon amúgy a Ceausescu kastély előtt, és van egy nagyon csodás kép csoda róla, és ott mellettünk egy ilyen kavai télapot, meg felírtuk, hogy egy karácsonyi csoda, és az be van keretezve, és az most apinek ott áll a házán. Így van. Ez kemény. Van egy Horthy kép, ez is, nem? Van igen, mindenki kép, szép dolgokra akar emlékezni, meg ugye, amit beviszel a saját kis teredbe, így az vagy te, tudod, meg így ezt keringeted, aha, mint energia, és hát apinak ez, hát kinek? Ez azért jó, mert tudod, hazahozol csajt este, akkor így a szobát, mondjuk ha nem kapcsolod fel a nagyvilágítást, akkor nem látszik a Horthy kép meg a Ceausescu-sal, úgy, és tudod, hogy reggel van, föl kell a csaj, és így az első dolog, amit meglát maga fölött, ez egy Horthy kép, elnéz balra, és a Ceausescu házaspár agyonval lő. Egy karácsonyi díszítéssel megszékel. Mi azt kellett volna, hogy a tavaly évről hazahozod azt, amikor a Sportacusnak ráraktuk a fejére Horthy Miklóst, és az volt felírva, hogy Sporty Miklós. Igen, úgyhogy kezd a szobám egyre szürreálisabb ilyen képeket ölteni amúgy. Ráadásul egy csomó minden rajta van hagyva a szobámban, ugye az árcédula. Tehát az meg a másik, hogy így úgy néz ki, mintha egy ilyen IKEA berendezésén. Ez a kiállított tizé szoba lenne amúgy, mert hogy minden rajta van hagyva az, hogy mennyibe került. Crasholtam már a tanárát. Igen, crasholtam a tanáromat amúgy. Igen, negyedikben volt egy rajztanárom, Nagyja néni. Nagyon kivágott cuccokban volt, nagyon-nagyon homokúra alakja volt, mm-hmm, nagyon vastag szája volt, és mindig így ilyeneket csinált, hogy így volt egy ilyen orosz akcentus a Nagyja néninek, és mindig így mondja, ne rakd a szádba a ceruzát, meg ilyeneket csinált, és így nem viccelek, kőkeményen állt a faszunk az összes fiúnak amúgy a rajzórán. Úristen! Hogy volt egy ilyen, képzeljétek el, hogy ugye mint művészet és diák, meg hallgató, nyilván kell akt rajzokat készítenünk, mert hát ez is az anatómiához hozzátartozik, és volt egy olyan visszajáró akt modellünk, akinek folyamatosan állt a cerkája, és azon... Hol is shit? Kevés, és azt röhögtük az akkori azt röhögtem, hogy ha véletlenül elejteni valaki a radírját, és megbotlana a szőnyegben, akkor lehet, hogy a heréjét csattam a homlokát. Na mert az, hogy amúgy szégyenlős volt, hogy mennyire kicsi a fasza, ha nem áll fel, és bevet mondjuk egy kamagrát előtte, hogy így durvábbnak tűnjön a... Igen, szerintem így alapból nem vállalod el. Jobban rajzolnak, tudod. Nem mondhatod, rajzolva megy jobbra. Meg azért egy ilyen lerajzolás, az egy hosszú dolog, nem? Tehát, hogy ez egy óra legalább, nem? Tehát most egy órán keresztül csak ott ülsz, és végigáll az ászló, azért 3 óra bazeg. 3 óra, még lehet nekem is felállna. Nem, hát 3 óra. De nem, tehát, hogy pásztázta a lányokat. Az is weird. Tehát, hogy kicsit olyan fura volt. És egy... Jó, amúgy szerintem is stressz helyzetben, alapból is nehezebben áll fel a fasz. Kacsintottál rá amúgy? Szerinted? Szerintem, ja. Hey, jó a lőcs, tesó. Szerintem a... Szép pénisz. Mindig ezen gondolkodtam amúgy, hogy a nudista strandokon, hogy mi van, hogy feláll a faszod. És voltam egyszer nudista strandon, ez egy Patreon extra sztori, hogy kerültem oda. Voltam egy nudista strandon, és ott én például én azt éreztem, hogy egy nagyon weirdónak kell lenned, hogy igazán felálljon a faszod. Van az ilyen involuntary fasz felállás, akkor bemész a vízbe, ahhoz neked ott így nagyon nézned kell az embereket, hogy ott felálljon a faszod, mert hogy... Van különbség szexi mesztelenség, meg nem szexi mesztelenség között amúgy, tehát hogy ez... Yeah. Hát meg szerintem, tehát hogy lehet, hogy nézel valakire, ami alapból rohadt creepster, ne csináljátok, tehát nudista strandon gondolom van egy ilyen illemetiket, hogy hát amúgy nem szabad, tudom, hogy van-e, de amúgy sem illik bámulni embereket. Bámulni amúgy is weird akárkit, de persze. Rá lehet nézni, voltatok már nudista strandon? Nem. Én is voltam már, és tök oké is ránézni más emberekre amúgy, hát nyilván, hogyha így nézed, bazd meg. Ez nyilván geci. Hát nem tudom. De hogy kicsit arrébb nézel, és már egy 80 éves néni
néz vissza rád, gondolom. Tehát, hogy szerintem ezért nehéz. Fiatal ember. Maga aztán pakolt egy kis kolbászt. Rakja fel, az olvasó szemüket. Azt a cserkés szalámiát. Ezen most már a rendőket is látom. Ja, szóval szerintem ettől annyira nem kell félni, nem? Mert hogy melyik részétől? Ha csak nem, hogy gerontofil például. Tehát, hogy vannak olyan dolgok, amiket ugye elképzelsz, hogy ne történjen meg idő előtt a dolog. Jó. Szerintem ez pont egy ilyen szituáció, hogy adott, hogy csak egy kicsit, vagy csak akár a periférikus látásoddal így látod. Tehát, hogy ott van színen a lehetősége annak, hogy elroncsd az etikettjét a nudista strandnak? Hát nem, tehát hogy annak, hogy belehergeld magad egy ilyen felfokozott állapotba. Ja, tehát, hogy mondom, periféria. Nem olyan, hogy egyre jobban nem akarsz rá gondolni, és egyre jobban, tehát, hogy érted? És egyre inkább arra fogsz gondolni, hogy jajnáljon fel a faszom, és így. Amikor én ott voltam, akkor nekem egy pillanatra nem jutott eszembe az, hogy fel fog állni a faszom. Mert hogy amikor abban a helyzetben, hogy mesztelen állsz random emberek előtt, akkor így igazából így magaddal foglalkozom, meg úgy azzal, hogy így ellazulj a közegben, és hogy nem az van benned, hogy így de jól néz ki ez a csaj, meg ilyenek, hanem hogy így azon mesztelen vagyok. Ami hirtelen vird. De aztán mondjuk jó érzés, hogy süti a herédet a nap. Hogyha nagyon hozzá vagy szokva, simán el tudom képzelni, hogy feláll a faszod, de hogy már annyira hozzá vagy szokva, hogy egy nudista strandhoz, akkor még már nem érdekel. Hát meg az általános férfi félelem az, hogy mi van, ha nem áll fel, amikor fel kéne. Nem? Tehát, hogy hát általában igen, ez a fő félelem. Tehát, most ez működhet-e ez visszafelé, most azon próbálok belegondolni, hogy mondjuk félsz, mondjuk van olyan ember, aki gyanítom attól fél tömegközlekedésen, hogy nehogy beszarjak, mondjuk. Van-e olyan pillanat, amikor arra gondolsz, hogy most nehogy ne szarjak be? Mert hogy ez valami olyan félelem lehet szerintem, hogy így... Amúgy volt ilyen velem. Négy napig nem szartam Kambodzsában. Menő bogártények. Négy napig nem szartam Kambodzsában. Nincs a bingóban, hogy négy napig nem szartam. Nem, öt napig nem kagáltam. Így van leírva egyébként a mémben. De négy napig nem szartam. És amikor ötödik nap reggel elmentem, akkor így megjött az inger végre, akkor így nagyon féltem, hogy nem fogok szarni. Nem be, de hogy nem fogok szarni, és leültem. És így mondom, hogy akkor is addig ülök itt, ameddig szar nem tudok. Majd agyvérzést kaptam, de sikerült. Valami street foodot ki kellett volna menned kajázni amúgy, és akkor... Próbálkoztam mindennel. Tényleg. Jó, de szerintem az működik, tehát hogy ha félsz valamitől, akkor ugye a szorulás az egy létező probléma. De mondjuk egy erekció esetében talán nem igaz erre a történetre. Szerintem örüljünk az erekciónak. Addig örüljünk, amíg van. Dugjuk össze az erekcióinkat, srácok. Bocs, Fanny, hogy kiadjunk a buliból. Halljatok egy puszit. Érted, addig örüljenek neki a férfiak, amíg van, mert nem. Egyszer majd nem lesz, bazd meg, és akkor azt fogod mondani, hogy bazd meg, bárcsak fölállna a faszom amúgy itt a strandon. Így van. Ja, igen, bárcsak ilyenkor szoktak az emberek szatíroknak állni, de hát... Hát, bazd meg, én szerintem azon a ponton az, akinek nem áll már csak úgy magától föl, az tökre örülne, ha szatírnak nézzék, mert az azt jelenti, hogy így van miért. De a szatírnak se áll fel, feltétlenül, nem? Nem tudom, nem értek csak hozzá. Nálunk Újpesten rendszeresen voltak szatírok, mikor egy gyerek volt. Nálunk az óvodánknál voltak. Igen, az óvodánknál nálunk is. Én nem találkoztam szatírral, de most a mai napig meg tudnám jelölni a térképen azt a... Nem mutatni a képen, hogy hol ért hozzám a bácsi. Én emlékszem, hogy hol volt a szatír lelőhely, tehát hogy... És na, ez egy olyan dolog. Mitikus állatok? Igen, pont az a kis patáikat így. Jön így a járók. Tekergő térképén mindig arra fel, ott így a gyerekek arra tűnnek. Itt a WoW-ban, amikor tudod, így kijelölöd a mobot, és akkor ott van egy ilyen ezüst sárkány körülött, hogy ilyen mitikus. Rare mob. Ezt elkerüljük. Igen, mint az Elden Ring, mert megjelenik a Lelv bárja, bazd meg, amikor bemész a igen, a boss zene. Milyen egy boss zene, és tudod, kurva rossz területre jöttél. Ezt úgy lehet, hogy mész az utcán, és akkor így ott jön, érted, mondjuk ilyen idő van, mint most, tehát ilyen 40 fok van, és így jön szembe a csávó ilyen bőrballon kabádba, és így... Gyanús. Csak nem. Meséltem nektek a sztorit, hogy volt egy pedofil a... Szobában? Nem a szobában, a Hugoméknak a sulia körül. És hogy nem olyan számolt a pedofil azzal, hogy 2020-as évek vannak, és kiszopatták a gyerekeket. Szatírnak pedofil? Mit csináltak? Hát, így a suli után így még
volt ilyen kislányok, akiket ott így el akart vinni, meg ilyen, nem tudom, hogy csak mutogatni a faszát a bokorba. TikTok live voltak vele, vagy mi lett az? Ja. Belágozták a pedofilt, ja. És lecsukták. Ez amúgy, ez egy nice. Igen, ez 20 évvel ezelőtt nem tudták megcsinálni a gyerekek, tehát... Ja, TikTok live-ozták, és nem értette a pedofil, hogy mi a fasz, meg lefotózták, meg megmutatták a tanárnak, mert ugye mostani gyerekek lehet, hogy van ez a rossz része amúgy, hogy már 10 évesen, meg 8 évesen pornót látsz, meg ilyen dolgok. Szóval van az a szép része, hogy már 8 évesen érted, hogy mi egy pedofil. Igen, erről aztán beszélgetünk is valamikor, hogy a szexuális felvilágosítás az olyan segíthet-e az ilyen dolgoknak az elkerülésében, ez egy érdekes téma. De hát igen, ugye régen az volt, hogy régen nem volt az, hogy... Írd le, hogy milyen volt a bácsi, és így, vörös makk. Húbasz meg. Szűrös herék. Szűrös herék. Kurva életben. Saft szűr. 10-12 centi. Nem van elég volt, lehet meg. Kukák, amúgy New Yorkban most visszahozzák a kukákat körülbelül 60 év után. Visszatapsolták. Visszatapsolták. Nem voltak elvileg eddig kukák, és a McKinsey 1.600.000 dollárért azt a tanácsot adta, hogy rakjanak ki kukákat, hogyha sok a szemét. Damn! Milyen? Úgyhogy csinálhatnánk egy hasonló konzultenszi céget itt Magyarországon, mint a McKinsey. Uh-huh. Akkor milyen tanácsokat adhatnánk amúgy? Szerintetek itt az embereknek. Mert például én gondolkodtam ilyeneken, hogy ez körülbelül egy olyan jellegű, hogy mondjuk a hajléktalan helyzetre így mondjuk azt mondanánk, hogy mi lenne, hogyha építenénk nekik házakat. És megoldódna a hajléktalan helyzet. Tehát ez így körülbelül annyira egy összetett. Milyen? Meg tudnám McKinsey magyarázni azt, hogy amúgy ez egy komoly számítás volt, hogy egy kuka éri meg jobban, vagy pedig valami más, és akkor, hogy ezeket mind kiszámolták, és a végén arra jöttek rá, hogy a kukák lennének így is amúgy a leggazdaságosabb. Hát, ez annyira abszurd, hogy ilyen. Ja. Tök hülyén hangzik az egész. Hogy mi lenne, ha kukákba dobnánk a szemetet? Igen. Gets, mekkora? Ez 700 millió forintért megmondani, érted? Vagy ilyen 700-800 millió forintért megmondani azért. Jó, de Amerikában azt is le kell tisztázni, hogy a mikróba nem rakunk macskát. Ja. Vagy ugye volt ez a pereskedés a Red Bullnál, hogy szárnyakat ad, és akkor faszi szanaszét ripityára törte magát. Megnyerte azt hiszem a pert. Az európai emberek, én mindig mondom, hogy szerintem egy szinten azért föntebb vannak. Nagyon kemény. Azt hiszem, hogy amúgy az amerikaiaknak a fő ilyen szemétkezelési módszer, vagy New Yorkban, az a folyóba öntés volt. Tehát, hogy fogták a szemetet, és így ment bele a szemét. 31-ig, ezt mondtam, tehát 1931-ig. Kerekperec, ez volt a fő megoldás, és azt csinálták még 91-ig. Tehát a 91-ig még ez bevett szokás volt, de már nem volt annyira fő. Na jól van, Tomi, öntsed! Nem Staten Island, vagy melyik van így megerősítve, egy hosszabbítva szemétből? Szemét az alapja. Hogy szemét az alapja? Te mi ráépítkeztek? Valami ilyesmit hallottam. Pont arról beszéltünk, hogy valami ilyesmi volt. Ez durva. Meg kellett hosszabbítani, hogy nagyobb legyen. A szemét az alapja, és akkor utána van rá föld, meg ilyesmi hozzá. De mondja, ez egy okos megoldás, tehát hogy hova rakd a szemetet, ami még ki tudja, meddig nem bomlik. A hol sötét oldalára, én azt mondom, mindig. És mindig egy kicsit így arrébb rakott. Ez azért, amikor eltűnik a földről az anyag, érted? Én szerintem el kéne égetni. Az nem lehet, hogy egy jó megoldás lenne? Az volt az előtt. Hát nem tudom. A műanyag égetésnek vannak amúgy ilyen hátrányai. Például? Szerintem nem tesz jót amúgy se az embereknek, se az ózonnak, se az állatoknak, se nem tudom, a növényeknek se hiszem kurva jót. A román zenekarnak. Nem. Energiát. Azok Picasso az ott ott fetreg meg, nem tudom, még a többit, hogy hívják. Ugye energiát termel a szemétégetés. Ózon? Ugye ez volt egyébként, miután abba hagyták folyóba dömpinget, azután égetés lett. Gondolom azóta, felelik az űrbe, ugye? De akkor ki lehetne lőni a Marsra, és amikor elfogy innen az anyag, akkor átmegyünk a Marsra utánuk. Hát ezek nehogy már elfogjon a szemét. Hát most jelenleg nem tudom, mennyivel jobb az, hogy Indonézia importálja. Tehát, hogy
Ja. Forró, láttam videót, hogy ott élnek, vannak ilyen szeméthegyek Indonéziában. Ilyen házaknak van a kialakítás. És ilyen, és konkrétan ilyen városok veszik, tehát ilyen, mit tudom én, ilyen 6000 fős falu veszi körül a szeméthegyet, és mindenki úgy él, és az a munkája, hogy bemegy minden nap reggel guberálni a szemétbe, és a kaját is onnan szerzi meg. Damn. Jó, azért itt is vannak ilyen emberek, tehát hogy hát csak ki kell nézni a stúdióból. Ja, mondjuk ez, igen, ez jó, pont. Mondjuk, hogyha mondjuk annyival kisebbre nézzük Magyarországot, mint amekkora Indonézia, így lakosság számban, akkor lehet, hogy ennyire nem durva. De ez lehet, hogy a kaját is onnan szerezték, tehát így, és guberálták az ételt is. Amúgy mióta behozták ezt az 50 forintos visszaváltós cuccot, azt veszem észre, hogy tehát, hogy olyan emberek, akikről eszembe nem jutna az, hogy guberálnak, azok is belenyúlnak amúgy az utcai szemébe. 50 forint az nagyon sok amúgy, azért gyorsan összeadódik. De nem is, mi az, tehát nem roncsolhatod meg, ugye? Nem nyomhatod össze a palaszkot, meg ilyenek van, nem? Szétszopatják a felhasználat. Mert hogy már megint úgy érzem, hogy mi szívunk amúgy. Tehát hogy lehet, hogy ezt mondani, hogy így 50 forint, meg hogy tök jó ez a visszaváltás, de hogy amúgy az... Én azt gondoltam, hogy amikor vissza fog térni az 50 forintos vagy betétdíjas üveg, olyan lesz, hogy nem tudom, emlékeztek a régi Coca-Colára, hogy így meg se lehetett nyomni, egy jó vastag műanyagból volt, és hogy, így, de hogy ugyanaz a szar műanyag, lehet, hogy valamit változtattak rajta összetételben, de hogy nekem ugyanaz a szar műanyagnak tűnik, és már megint csak mi nekünk van, hogy alakíts ki magadnak egy szemetes szobát, amiben belerakod az összes műanyagot összenyomatlanul, mert hogy eddig azért kellett összenyomni, hogy helytakarékosabb legyen, ha összenyomatlanul, akkor az összes fémüveget összenyomatlanul. Valami mondjuk, hogy megiszol egy ilyen sört, és beledobod az aljába, akkor onnantól kezdve, amíg meg nem telik két hét alatt mondjuk jó esetben egy ilyen szemetes cuccod, addig ott rohadt benne az a sörszag. Tehát hogy már megint úgy érzem, hogy a végfelhasználó van megszopatva. Hát igen. Konkrétan. Mindig. Hát vagy elkezded egyesével visszavinni a dolgokat, nem? Hogy így megintel, és akkor viszed vissza. Így, hát, hogyha elég ilyen visszaváltó lenne, mondjuk minden, nem tudom, lakótelepre raknának amúgy egy ilyen vending machine-t, amit belerakod, és akkor visszaváltja, akkor teljesen oké lenne. Hát, ha minden lépcsőháznak lenne amúgy egy ilyen automata, amit jönnek üríteni, mit tudom én, ugyanúgy, mint a kukát, meg a szemetet, akkor tök oké is lenne, mert akkor csak lemész, bedobolt, kiad egy 50 forintost, és kész. Ja, persze. Ez már csak azért nem valósulhat meg, mert alapból nem tudom, hogy találkoztatok-e már azzal, hogy hiába gyűjtitek szelektíven a hulladékot, egybe megy a kommunális hulladékkal, amikor viszik el. Igen, azért remélem, hogy ez a gyűjtős, ez remélem, hogy ez tényleg helyén van kezelve, mert akkor aztán tényleg semmi értelme. Még a visszaadni a pénzt sincs. Körülbelül annyi értelme van, mint a buddhisták, akik kirakják ezeket a hatalmas mandalákat, és akkor ugye a végén így elfújják. Vagy nem tudom. Körülbelül így érzem magam ezzel is. De ezek minden x négyzetméter feletti üzlet helységnek kell, hogy legyen egy ilyenje. És, és mintha még velük is fizettetnék ki a visszaváltógépet? Valami ilyesmi van, azt hiszem. Tehát, hogy, akkor nem tudtam eleget erről a visszaváltásos dologra. Ez most nekem új dolog. Ez egy egészen új dolog, amúgy szerintem, hogy pár hónapja. Yeah. Soha nem, egyszer sem vittem még vissza semmit, de láttam már embereket visszavinni. De már az is van, hogy játszhatod ki. Tehát, hogy a két oldala van, nem adok ötleteket, semmi. Oh, semmi. Shit. Nem, de annyira szomorú, hogy ebből is ez kerekedik. Mint az automatában, tudod, hogy ilyen zsineg végére kötöd a kólás, és ez így... Ez az elv. Igen. Igen? Uh-huh. Na hát, figyeljetek, találkozunk nem sokára a újpesti Lidl-ben, és leteszteljük a... Mekkora videó lenne amúgy? Ez nem YouTube videó lenne. Hogyan élek meg az 50 forintos palackok óta? És egy darab palackból csinálsz, mit tudom én? 1500 forintot majd? Aztán állnék egy másik üzletbe. Hát ja, igen, de hát hogyha hibás a rendszer, akkor nem a felhasználó a hibája. A matek tanára mondta, hogy az előző tanítványa volt, hogy az OTP-nél talált valami olyan hibát, hogy 11 óra valamikor veszel ki pénzt, nem veszi le a bankkártyádról, és azt az úgy vette ki, hogy akkor vette ki, és megpróbálta másnap ugyanakkor levenni, akkor se vette ki, és harmadik nap már nem 5000-et vett le, mint az első két alkalommal, hanem levett így mondjuk 1 milliót, és ugyanúgy rajta maradt a számláján. Uh-huh. És még akkor se vették észre, úgyhogy mondta, hogy ezt így nézzük meg még egyszer, és felrakott egy nagyobb összeget a számlájára, azt levette, és
kijöttek lesötített autóval, elvitték amúgy, hogy ez így mi a faszomat képzel, és hogy úgy, hogy azt gondolták, hogy ő feltörte amúgy az OTP-t, és mondta, hogy amúgy nem, egy kifizető automatába oda mentem 11 óra 35 perckor, és ki akartam menni onnan a izét, és egy hibás rendszer, és majd nem lecsukták a gyereket ezért. Ez viszonylag egy friss sztori, nem? Nem, tehát az a BKK-s ilyen... volt egy BKK mobiljegyes cuccos is, nem? Hogy valahogy tudod, nem, hogy egymillió jegyet venni a csávó ingyen, nem? Ez egy férfi volt, akinek nem tűnt el a kártyájáról, az egyenlegéről a pénz, noha levette. Hát nem. És ugyanez volt, hogy utána nyilván feltűnt. Még közösségben voltam, amikor mesélte a tanárom, úgyhogy nem ez volt. Az, de nem ma volt, az biztos. Hát ma nem. Azt tudni. Ez mekkora fán lehet, nem? Hogy így jössz ki az ATM-től, és ingyen pénz. A kaszinóba mentél volna, ott is ingyen pénz van. Igen, minden nap volt kaszinónk is. Tehát, hogyha már... Ilyen kedvenc mondatom az volt. Dúró-dúra ült a szembelevő strandnál, és csak így mondtuk mikrofonba, hogy dúró-dúrát várják a rulettasztalhoz. Ismételem. Dúró-dúrát várják a rulettasztalhoz. És láttam azt, hogy elmosolyodik, és úgy próbál csinálni, mintha nem hallaná. Igen. De tetszett neki, látom. Ezt nem rendfri élünk amúgy duró-dóra agyában már évek óta, amikor jön az a fotra. Akkor valószínűleg igen. Mert valamiért mindig az, ami az Einstein-dal szembe raknak minket. Tehát ez nem a mi döntésünk. Véletlen lehet? Nem baj, már tök jól el vagyok azon. Most csak a mi hazánk volt az egyetlen stabil pont az utóbbi évekhez képest, meg talán a Fidelitas. Uh-huh. Ja, viszonylag új embereket kaptunk magunk köré. Navratil, Áron, vagy mit tudom, milyen Szakkoli. Navratil. Navracsics Tibor meg tudatos fiatalok, ifjúság, meg szemben volt a Fiatalok a Nemzetért. A Fiatalok a Nemzetért egy óriási standal volt, de hogy ilyen... Igen, Fiatalok Nemzetértnek az volt a program, hogy három napon, négy napon keresztül bizonygatták, hogy ők nem a Fidelitas. De amikor átjöttek, akkor azt mondták, hogy azt hittem, ti dollárt adtok, és így néztem rá, hogy miért. Ja, csak azért, mert azt gondoltam, hogy ilyen nemzetköziek vagytok, és így néztem rá, hogy most majdnem elszóltad magad, hogy ez egy ilyen fideszes dolog, ugye? Én láttam ezt a dolláros poént, tehát ez így nem felejtem el. Ennyi volt az a stát. Én nem azt mondom, hogy azért, hogy annak jobb a valutája. Szép mentés. Mondott, akkor így néztem rá, hogy most vagy nekem geci. Szép mentés volt. Mutasd csak azt a fideszes tetoválást a segednél. És így lehúzza a pólóját, tudod, és alatta van a Fidelitasos szervező póló, vagy micsoda, tudod. Tudtam, Scooby-Doo-ban. A kongyeles könyökök. Kongyeles könyökök. Elderült valaki, hogy a Fiatalok a Nemzetért, az a Fidelitas 2. Meg volt mellettünk egy másik szervezet is, akiknek valami három királyfi, királylány. Három királyfi, igen, az... Igen. Akiknek az volt a lényege, ugye, hogy annyi minden gyerek megszülessen, aki meg akar, vagy valami... Aki meg akar? Valami ilyesmi volt a szöveg. A lényeget nem mondtuk el. Micsodát? Hát találkoztunk Magyar Péterrel. De hogy ez miért volt lényeg? De várj, ez miért volt lényeg? Mad Max napunk volt, tehát ezt szögezzük le. Mad Max napunk volt, és feketére voltunk kifestve. És jött a négy tagba szakadt biztonsági őrével. Akit így is mondhatod. Maradjunk annyiban, hogy így valószínűleg több volt azért az egy napért a fizetésük, 1000 forintban, mint amennyi az IQ szintjük ezeknek az embereknek. És az egyik megkérdezte, hogy és itt mi történik? És azt válaszolta az egyik biztonsági őr, hogy ja, ők ilyen sátánisták. És akkor erre mondta ugye Magyar Péter, hogy itt a három királyfi, vagy három királylány és a királyfi mellett sátánisták, az komoly. Ja! Ez volt a biztonsági őrnek a hozzáadás az egészhez. Na, fi brótól, hát most érted. És így Olyan Péter úgy jött le, mint a Mátyás király, csak a nép közé, csak nem volt beöltözve. Nem volt árulva. Tehát, hogy ő is beöltözhetett volna Mad Max-esre, akkor G lett volna az egész. Így Patrick Bateman vibe-okat adott. Elég durván. Hát Magyar Péter ugyanabból a szedbe jött, mint ahova mindenhol megy. Tehát, hogy Magyar Péter mondja, és fongyabobnak be, az meg így kinyitja a szekrényt, és így ott van ugyanaz a Magyar Péter default skin. Mint Barry B. Benson a Mézengúzból. Sárga, fekete, sárga, fekete, sárga. Fekete, sárga. Igen, ugye. You like Tisza párt. De tényleg ugye egyik ismerősünk, az Ádám posztolta ezt a képet, amikor a South Parkban a Bono megy le
Afrikába, és így mutogat így ilyen új pisztollyal az éhező afrikaiakra, nagyjából ilyen volt Magyar Péter a civil téren. Igen, de Magyar Péter azzal kezdte, hogy akarunk egy fotót akkor. Nekünk kellett megkérdezni. Hanem mondta, akkor akartok egy fotót? Túl meleve ez a kérdés föltevés, és ilyen nekem ez ilyen... Nem olyan volt, mint Johnny Bravo. Egy picit. Nem, annyira. Egy picit, igen, azért. Egy kicsit el tudom, hogy ha komikusan eltúlozzuk, akkor igen. Az a baj, nem komikusan mondta ezt az egészet, és én már eleve kivoltam tőle, hogy így, nem akarok veled képet amúgy. Igen, meggondoltam magam, igen, de hogy így nekem az, amikor elment az EFOT, tehát elment a standunktól, és hogy így biztosan nézve, csak így csinált egy ilyet, hogy így cső. Így, na sziasztok, vagy hello. Igen, tehát biztosan nem az, hogy hello, hanem így nyomott egy ilyen, hogy így a kezét így hátra emelte, egy a feje mögé. Igen, tehát hogy... Mi van bazdmeg? Tehát nem volt, hogy is mondjam, kicsit nyilván fent hordta az orrától a Magyar Péter, ami egyébként érthető abból a szempontból, hogy Magyar Péter nem volt benne a program füzetben úgymond, hanem Magyar Pétert megelőzve a saját híre az eljutott már hozzánk, hogy ő jön, mert valahonnan tudtuk, hogy jön. Tehát, hogy egy cikkből. Én is csak ennyit egy cikkből. És így az emberek így tudták, hogy amúgy Magyar Péter meg fog jelenni, az meg mint valami mesélyes lény. Igen, sokat használják ezt rá mostanában, de... Úgyhogy de így közvetlenség, meg emberiség szinten azért találkoztunk mi már politikussal, és talán politikusok, akikkel találkoztunk ezen a fesztiválon az évek során, azoknak a 90%-a az sokkal emberi volt, mint a Magyar Péter. Így van. Igen. Így van, ezt én is egyetértem. Nem tudok olyat mondani. Petelestől függetlenül. Igen. Pedig azért találkoztunk azért már jó pár politikussal az életünkben. Torockaival egy, tehát ami azánk... Mi a Dúró is amúgy közvetlenebb volt velünk, ahogyha oda mentünk hozzá beszélni, és hogy tényleg nem azért, hogy a Dúró Dórát bármennyire is támogatnám a politikai nézeteiben, de hogy most itt teljesen pártállástól függetlenül mi csak azt nézzük, hogy kik vibe-olnak velünk. Igen, tehát hogyha ez valahova esetleg tudod, hogy a 26-os választás előtt ezt valaki megtalálja, és így ki akarja vágni, akkor igen, mi itt azt mondjuk, hogy szerintünk ennek az embernek nem jó a vibe-ja, a többieknek meg szerintünk jobb volt a vibe-ja ennél. Jobb volt, igen. Voltak, akik átmentek a vibe check-en, és voltak, akik nem. Igen. Igen. Hát szerintem ő nem ment át. Hát ő nem ment. De még jövőre átmehet. De az is igaz, hogy a jelentősége is amúgy messze meghaladja most a többi politikusnak idén ott a civil téren a Magyar Péter. De Karigeri sem ment át tavaly amúgy a vibe check-en. Karigeri átment volna a vibe check-en, csak kokblokkoltak minket az MSZP-s aktivisták, és azt mondták, hogy nem jöhet a GRDG-stonthoz, mert az bad press lett volna. Én pedig azt mondom, hogy akkor nem ment át végül a vibe check-en. Tehát, hogy amúgy akart, hogy jött volna, mit is lehet volna csinálni? Valamilyen nagyon ilyen biztos a karikát dobálja. Gáspár Lacina. Azt hiszem, abban az évben ilyen programjaink voltak, hogy... Politikai Pride nap volt az utolsó, azt hiszem. Politikai Pride napunk volt. Ahogy így, ugyanez volt a gondolat, hogy ugye volt egy Pride zászlónk, és akkor ugye zöldre volt írva, hogy mi hazánk, a narancsra, hogy Fidesz, a piresre, mindegyik színre valami pártot ráírt, a lilára, hogy mi hazánk, és hogy igazából pártállástól függetlenül most fel lehet vonulni, hogy de szeretsz politizálni, ez volt az egésznek a gondolat, hogy politikai Pride. Ezt tökre magunk kivetettük már amúgy. Vicces. Nagyon jó mörcsöket osztottunk az EFOTon, hamarosan érkeznek a mörcsök, és hamarosan érkezik is egy közönség találkozó is, egész pontosan 4000 feliratkozónál, úgyhogy mindenki kezdje el nyomkodni a YouTube-on az feliratkozás gombokat. Nyomjad. Mert már ízik a nyomda, már ízzunk arra, hogy újra találkozzunk veletek, és ezt úgy tudjátok a leggyorsabban felgyorsítani, ha az anyátoknak is a YouTube profilján bejelentkezve feliratkoztok. Szex. Nagyon jó, ha tettek meg, akkor fizessetek elő Patreonra. Van egy kiagyott sztori, amit itt nem meséltünk el, de a Patreonon fönt van, és az egy eszméletlen sztori szerintem az EFOTról, core memory nagyon sok embernek, azoknak, akik nem mi vagyunk, azoknak is. Meg tudjátok ott hallgatni. Én Api voltam. Én Fanni. Én Pisti. Én pedig Krisz. Yeah.